60-70 körül vagyunk. Éneklünk, meg együtt vagyunk, és igazából jó. Úgy érzem magam, mint egy kisdiák. Azok a kocsmadalok, azok nagyon királyok. Fenomenális energiát ad. Nagyon tetszik. Az volt a cél, hogy az együttesen létrehozott produkciók által, ami most jelenleg a Carmina Burana ebben az évben, közelebb hozzuk a fiatalokhoz a kórus éneklést, és ezáltal a saját kórusukban való működésükben is biztosítsuk őket, illetve megerősítsük őket. Megkérdezte a tanárnő, hogy ki szeretne jönni, és én szeretek énekelni. Bejöttem, és az első órán kicsit még úgy féltem, hogy vajon milyen lesz, de gyakorlatilag az első perctől kezdve már láttam, hogy ezt élvezni fogom hihetetlenül. Hallgatni nagyon szeretem a 9-es tételből, amikor az lányok elkezdik a kúmos részt, az nagyon szép. Mi azért vagyunk nagyon boldogok, mert végre azt a kodályi gondolatot, hogy mind szebb az, ha többen együtt dalolunk, ezt mi élményként éljük meg. Szinte megfiatalít, azt én hosszú ideig énekeltem kórusba, és tényleg nem adatott meg tanárként, hogy én kórusokat vezényeljek, és most újra átélhetem a közös éneklés élményét, és egyébként ez egy nagyon különleges közösség, és ettől én nagyon boldog vagyok, tehát úgy, csak azt érzem, hogy most csak a zene van, és ettől boldogabb vagyok. Szeretem, mert éneklünk, meg együtt vagyunk, és igazából jó. Hogy ilyen nagy darabot adunk elő, és így közösen sokkal jobb, mint a suliban énekórán. A férfi kari tételek szerintem azok sokkal jobbak, mint a nőiek, és olyan jól hangzanak, főleg azok a kocsmadalok, azok nagyon királyok. Mindig azt mondjuk a fiatalokra, hogy hát ezek a mai fiatalok csak a számítógép, az internet. És hát ide kell jönni, meg kell nézni, el kell jönni a koncertre, és látni lehet, hogy ez egyáltalán nem így van, és hogy a fiatalok most is úgy, mint mindig értéket tudnak képviselni, és valami fergetegeset tudnak produkálni. Szétozódunk, hogy ez kettesz.